Még mindig nem működhet az új vízszolgáltató. További engedélyek szükségesek a szolgáltatás átadásához. Még ebben az évben visszavezetnék a fizetéses parkolást Gyergyószent Miklóson. A kérdés az, hogy ez helyileg oldódik meg, vagy külsős cégre bízva történik majd. Nagyon sok csapatépítő vetélkedővel, érdekes előadásokkal és ígéretes koncertekkel vettem a kezdetét a 15. IFI napok. Köszöntöm nézőinket, önök a Fénypontot látják, jó estét kívánok! A Gyergyószentmiklósi város vezetés hónapokkal ezelőtt elindította a folyamatot, hogy új ivó- és szennyvízszolgáltató váltsa a jelenlegi közüzemeket. Hiába reménykedtek azonban abban, hogy ez a lépés már az év első felében bekövetkezik. A különböző engedélyek beszerzése miatt ez nem sikerült, még mindig nem lehet tudni, hogy mikortól szolgáltat majd a gyervíz. Párhuzamosan azonban elkezdődött az új gerincvezeték nyomás alá helyezése. Az új vízszolgáltató megalakításához első lépésben létrehozták azt a közösségi fejlesztési társulást, amelyhez Gyergyószent Miklós 18.377 fővel társult, így 60%-os többséggel rendelkezik. Az alapszabályzat szerint 5000 lakonként egy szavazatuk van a tagoknak, de az is szerepel benne, hogy mindegyik település vétójoggal élhet, hogy ne lehessen olyan döntést hozni, ami a tagok közül bármelyiket hátrányosan érinti. Önkormányzatunk, illetve a társult másik két önkormányzat, Gyergyóalföld és Gyergyófalu önkormányzatai a ránk eső részt elvégeztük, hiszen közösen már bejegyeztük a közös fejlesztési társulásunkat Gyerviz néven, valamint ezt követően bejegyeztük azt a közszolgáltató céget is, amely fogja majd a későbbiekben ezt a szolgáltatást végezni. Ahhoz, hogy a szolgáltatás jogát is át tudjuk adni, az szükséges a megváltozott törvénykezések értelmében, hogy két országos szakhatóságtól is jóváhagyást kérjünk. Ennek az elbírálása van jelenleg folyamatban. Gyergyószent Miklós képviselőtestülete már a költségvetés elfogadásakor jóváhagyta a törstőkét, 360 ezer lejt különítettek el erre a célra. Ahhoz, hogy át tudják adni a szolgáltatást az új cégnek, a megváltozott törvénykezés értelmében szükség van a közszolgáltatásokat felügyelő hatóságtól és az Országos Versenytanácstól jóváhagyásra. Az önkormányzat számít a pozitív véleményezésre most, hogy lejárt a szabadságolási időszak. Ezzel párhuzamosan az új vízhálózat nyomás próbái is folyamatban vannak. Napokban folynak az új rendszernek a nyomás próbái, ezt láthatják bizonyos útszakaszokon a lakók is, ott, ahol elsősorban meghibásodások keletkeznek, de azt kell tudni, hogy most már a gerincvezeték és a fővezetékeknek a megtáplálása több mint 70%-ban el van végezve, és épp a napokban várható egy minisztérium ellenőrzés annak érdekében, hogy a részletes és a végleges átadás időpontjában meg tudjunk állapodni, amelyet mindenképp szeretnénk az önkormányzat szempontjából, hogy ez minél hamarabb az ősz folyamán meg tudjunk történni. Az önkormányzat időközben új transformátor állomást és generátort is vásárolt, tehát a beruházásra idén a helyi költségvetésből közel 200 ezer lejt költöttek. Online petíciót kezdeményezett a Magyar Szülők Szövetsége a román nyelv oktatását szabályozó kormányrendelet visszavonásáért. A szervezet Facebook oldalán közzétett felhívás szerint a céljuk az, hogy szeptember 16-áig 50 ezer aláírást gyűjtsenek össze, ezzel is nyomást gyakorolva az Oktatási Minisztériumra. Arra kérik a magyar szülőket, hogy írják alá és osszák meg a felhívást, hogy minél több személyhez eljusson. Érvelésük szerint a rendelet kidolgozásánál nem jártak el törvényesen, mivel előzőleg nem konzultáltak az érintett felekkel. Tegnap reggelig már közel 1500 személy írta alá a petíciót. Mint ismert, a kormány mindenféle szakmai egyeztetés nélkül 10 nappal a tanév kezdés előtt rendelettel módosította a tanügyi törvényt, mely immár a tanítók helyett román nyelv és irodalom szakos szaktanárokra bízza a kisebbségi elemi iskolák román nyelvoktatását. Valentin Popa tanügyminiszter hétfőn Csíkszentdomokoson szóban próbált finomítani a rendeleten. Azt mondta, hogy a rendelet nem tiltja meg azt, hogy a tanítók is taníthassák a román nyelvet, csupán a prioritás lista változott, amelynek értelmében ez nem lesz az ő kizárólagos feladatuk.
Közben az RMDS képviselőházi frakciója nem vett részt a mai plenáris ülés napirendjén lévő törvénytervezetek végszavazásán, tiltakozásul amiatt, hogy a kormány még nem vonta vissza a román nyelvnek az elemi osztályokban történő oktatásáról szóló rendeletet. Az ügyben Liviu Dragnea PSZD elnök és Kelemen Hunor szövetségi elnök találkozója hozhat megoldást. Rendetlenség jellemzi jelenleg a parkolást Gyergyószent Miklóson. A városvezetés még az idén szeretne erre megoldást találni. A cél az lenne, hogy az önkormányzat hatáskörébe tartozó egység lássa el ezt a feladatot, és ne külsős cégnek adják ki ezt a szolgáltatást. Ebben a kérdésben a képviselőtestület kell meghozza a döntést. Megnövekedett a közúti kihágások, főleg a szabálytalan parkolások száma Gyergyószent Miklóson a fizetéses parkolási rendszer szabályzójának felfüggesztését követően. Sokan tilosban, mások a mozgássérültek helyére is megállnak. Hasonlóképpen Csíkszeredához, Gyergyószent Miklós esetében is a Hargita megyei prefektúra támadta meg azokat a tanácshatározatokat, amelyek a helyi parkolás szabályait és működtetését foglalták magukba. Ez még 2017 tavaszán történt, azóta a nem fizetésköteles parkolás teremtette a rendetlenséget. Az önkormányzat emiatt még ebben az évben megoldást szeretne találni a problémára. Mindenképpen visszavezetnék a fizetéses parkolást, most már csak az a kérdés, hogy milyen formában és ki végzi majd a szolgáltatást. Két elképzelés létezik a parkolási szolgáltatás működtetőire vonatkozóan. Az egyik az, hogy ezt az önkormányzathoz tartozó társaság végezze, a másik pedig az, hogy egy külsős cégre bízzák, mindkettőnek van előnye és hátránya is. Az önkormányzati testületen belül szakbizottsági szinten egyébként már rég viták tárgyát képezi a városi parkolási rendszernek az újszerű kialakítása, mondta Nagy Zoltán polgármester, majd hozzátette, a parkolási szabályzat készülőben van, hamarosan a tanácstestület asztalára kerül, hiszen a kérdésben a képviselőtestület dönt. Ez azt jelenti, hogy az őszi tanácsülések folyamán fog eldőlni az út és az irány, hogy milyen szinten fogjuk ezt továbbiakban kezelni. Egyelőre azt tűnik körvonalazódónak, hogy visszakerülne ezen tevékenység az önkormányzat hatáskörébe, és saját működtetésben vinnénk tovább ezt a tevékenységet. Ez olyan típusú változásokat is fog majd magával vonni, hogy lesznek helyek, ahol megszűnik a parkolás, lesznek helyek, ahol kevesebb lesz, de lesz olyan is, ahol újabb fizetési zónák lesznek kialakítva, és mindezt annak az érdekében, hogy az ebből származó bevételt tudjuk visszafordítani további parkoló kiépítésére elsősorban. Az elképzelések szerint még ebben az évben bevezetik a fizetéses parkolást a városban. Minden esetre ez lépcsőzetesen fog megtörténni. Első körben a főtéri rész és a környező utcákban lesz fizetésköteles parkolás. Egyértelmű szándék az, hogy az idén már visszaállítsuk a fizetéses parkolást és a parkolási rendet a városba. Ez nem azt jelenti, hogy egyből meg fogjuk tudni ezt oldani, hiszen ha végül csak úgy dönt a képviselőtestület, hogy mi veszünk vissza és mi fogjuk üzemelni, akkor ez lépcsőzetesen a költségvetési előirányzásoknak megfelelően fogjuk tudni kivitelezni, hiszen nem egy egyszerű átvételről van szó, hanem akkor a parkolóóráknak a megvásárlásáról, géppark és személyzet bővítéséről is fog kelleni beszélni, és ez minden esetben függ a költségvetési előirányzott összegektől. Az nyitott kérdés még tehát, hogy az önkormányzati működtetésű szolgáltatás létrehozására lesz-e anyagi fedezet, hiszen egy ilyen rendszer kiépítése 100 000-es nagyságrendű tételt jelent euróban kifejezve. Egy parkoló automata ugyanis több ezer euróba kerül, és legalább 20 darabra van szükség a városban. 2019. május 7-e és 23-a között zajlanak majd a másodikosok, a negyedikesek és a hatodikosok országos tudásfelmérő vizsgái, közölte a tanügyminisztérium. A szaktárca honlapján közzétett ütemterv szerint a másodikosok vizsgáit május 7-e és 10-e között tartják. Az első vizsganapon román nyelvi és irodalomból, a kisebbségi oktatásban résztvevők esetében pedig anyanyelvből mérik fel a tanulók íráskészségét, 8-án olvasási kompetenciáikat tesztelik, 9-én matematikából vizsgáznak a tanulók, 10-én pedig román nyelvből mérik fel a kisebbségi oktatásban résztvevők tudását. A negyedik osztályosok május 14-én román nyelvi és irodalomból, május 15-én matematikából vizsgáznak, május 16-án pedig anyanyelvből mérik fel a tudásukat.
A hatodikosok nyelvi és kommunikációs készségeit május 22-én tesztelik, matematikából és természettudományokból szerzett tudásukat pedig 23-án mérik fel. Derűs napsütés és üdítően jókedélyű, mégis nyugodt fesztivál képfogadott az elmúlt hétvégén Kissolymoson, ahol az 5. Székely Lovas és Kultúrfesztivál eseményei zajlottak. Bár szólt a zene, mint minden fesztiválon, de az illetékesek valahogy nagyon eltalálták, hogy milyen az ideális hangosítás. A szervezőktől megtudtuk, 2300 látogatója volt a rendezvénynek, nagy szó ez egy kisfalu életében. Hargita megye déli részén a Román András falva községhez tartozó kis településen Kissolymoson szerveztek lovas fesztivált szeptember 8-án. Az 5. Székely Lovas és Kultúrfesztivál nevet viselő rendezvényt a helyi Sólyom Major Lovasiskola álmodta meg, Hargita megye fejlesztési ügynöksége, a helyi önkormányzat és más megyei lovasklubok támogatásával valósította meg. Keresztúron az egy hektáros ész terület, tehát igazából egy kert helyiség volt, ahol most már 9 éve, hogy lovazunk, mint család, és tehát nem fértünk, már a 3. fesztivál jelezte, 350 személy volt látogató. Akkor csak a kultúra és a volt is lovastorna bemutatóra támaszkodtunk, és akkor tehát az a hely már nem volt helyileg megfelelő, nem volt elég hely parkolónak, közönségnek, tehát egyszerűen ki kellett mozdulni onnan, és úgy hát olyan 6-7 éve mi már nézelődünk, hogy a környéken legyen távol Keresztúrtól, hol lenne ez a megfelelő hely, és többször jöttünk itt át a hegyen, és igazából úgy megtetszett nekünk ez a hely. Akkoriban 2014-15-ben volt a végső döntés, mikor itt ezt a valamikori kollektív területét, vagy a hozzatartozó épületéket úgy döntöttük, hogy akkor belevágunk ebbe a nagy fába, és elkezdünk itt átrendezni, befektetni lépésről lépésre. Hagyományőrzésnek is nevezendő, hiszen most a településünkön Kissolymosban csak egy pár háztájon van ló, és lehet, hogy unokáink vagy dédunokáink már a faluban nem is fognak majd lovat látni, és viszont remélem, hogy itt majd aztán meg fogják látni a lovakat, és szeretettel rendezik majd őket, és itt majd szórakoznak is közben. A kissolymosi lovas majort közel 4 éve kezdték építeni. Lovasoktatással, lovastúrák, lovastáborok szervezésével foglalkoznak. Céljuk a lovak megismertetése és megszerettetése. Továbbá a fiatalok gyermekek számára szeretnének lehetőséget biztosítani, hogy lovagolhassanak. Kissolymos, ez egy eldugott ugye, határ, Maros és Hargita megye határán van, tehát periféria elhanyagolt olyan értelemben, de van egy nagy előnye, hogy itt még a falusi élet él. És igazából a fordulat után itt semmi egyszerűen nem történt, tehát 26-27 évig itt szemét telep volt, az istálló le volt szakadva, egyedüli megmaradt állapotában, ugye a gabonaraktár, ami úgy ahogy tehát használható úgy. Úgyhogy mi 2015-ben neki fogtunk itt feljavítani, cserepeket forgatni, szemetet elhordani, tehát egy rengeteg úgymond föld alatti munka is volt, nem csak föld feletti, amíg tehát így át tudtuk rendezni, átalakítani, hogy most már 2 lovaspálya van, és egy lovarda épület, 11 lovasbokszal fedett lovarda. Tehát most már helyet tudunk adni, úgymond versenyeknek is, edzéseknek is, tréningeknek, vagy azoknak, akik szeretnének lovagolni, tanulni, tehát szívesen fogadjuk. A lóval való együttműködés nem egyszerű kikapcsolódás. Ez bizony munka is. Figyelmet, odaadást, türelmet igényel a gyerekektől. Az eredmény azonban nem marad el azoknál, akik kitartóan és következetesen végzik ezt a tevékenységet. Már voltam egy versenyen, ott hát az volt az első versenyem, nagyon izgultam. És? 4. lettem. Ó, gratulálunk! És utána? Hát ez volt a 2. versenyem. Ez nem sikerült annyira jól, mert a lovak nem voltak jó paszba. A gyerekek nagyon jól meg tudják tanulni a jó magatartást. Akkor nagyon jó sport nekik. A lovaglás az majdnem ugyanolyan, mint az úszás, örökké ezt mondom, mert minden izommal kell mozogjanak, tehát az egész test kell dolgozzon, azon kívül nagyon jó kell legyél fejbe. Tehát egy lónál oda kell figyelj egyszerre több dologra, akkor a gyerekek nagyon magabiztosak lesznek, emberséget tanulnak.
és türelmesek lesznek, mert egy lóat nem tudsz csak megfogni, és rángatom most jobbról balra, tehát valahol egy kicsit türelmes kell, legyél vele egy állat. Igen, akkor megtanulnak a gyerekek hibákat is elnézni, amiket nem nagyon tudnak, és megtanulnak embertársaikkal jól viselkedni, főleg a táborokban. A szeptemberi fesztivális versenyre a lovasok Székelyföld különböző lovardáiból érkeztek. Gyergyó Remetéről, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Szent Erzsébetről és természetesen a házigazda Sólyó Major lovasai is részt vettek az ügyességi díjugrató versenyben is. 25 lovas versenyezik, három kategóriában, ügyességi versenyben, 70-es, 80-as díjugratásban, illetve 90 centis és 1 méteres kategóriában. Ezek a lovasok, tehát Székelyföld különböző lovardáiból jöttek, legtöbben Gyergyó Remetéről, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Szent Erzsébetről, és természetesen a Sólyom Major lovasa is részt vettek az ügyességi versenyben, és négy lovas pedig a díjugrató versenyben is. Remetei lovaskorkor, Balázs Sándor kor tulajdonos. Gratulálunk, Ali, nagyon ügyes voltál. Tarultak a hétvégi kissolymosi versenyen nagyerdőiak. A díjugrató versenyen úgy a 70 cm-es kategóriában, mint a 90 cm-esben a Gyergyó Remetei Balázs Aliz állt a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára. Az ügyességi verseny győztese pedig a gyergyószárhegyi Montanu Cynthia lett. Várhatóan pénteken indul a roncsautó program második szakasza. Szeptember 14-től jelentkezhetnek újra a gépkocsi tulajdonosok a Környezetvédelmi Alap által finanszírozott programra. A második szakaszban 28 ezer beszolgáltatott használt jármű váltható be az új gépkocsi megvásárlására fordítható 6500 lejes értékjegyre, közölte Kornél Brezuik, a Környezetvédelmi Alap elnöke. Az alap 200 millió lejt fordít erre a célra. Ma este rajtolt a 15. Gyergyói ifi napok, a résztvevők számára a csapatépítő vetélkedő sorozat a holnap délutáni megnyitóval veszi kezdetét, de a programok egy része, mint a mai vagy a holnapi előadás, a nagy közönség számára is nyitott, ugyanakkor ígéretes koncertekkel is számolhat a gyergyói közönség. 2018 az az év, amikor jubilál a gyergyói ifi napok, hiszen 15. alkalommal szervezi meg szeptember 12 és 16-a között a Gyergyószentmiklósi ifitéka a medence fiataljait megszólító, tartalmas vetélkedő sorozatot. A programok többsége a jól bejáratott, közkedvelt feladat sorokból áll, de lesznek újdonságok is, melyek mind-mind a csapatépítést, a tanulást, a megtapasztalást eredményezik. Az idén próbába is raktunk egy jó pár olyan játékot, ami újszerű, nem volt még, és próbáljuk őket sarkalni, hogy jöjjenek minél többen. A forma egyik ilyen, másik a paintball-al van egy kicsi más dolog, akkor az escape room lesz megforgatva. Tehát hogy azért, hagytunk benne rengeteg régi játék is benne van, amelyek már stabilak, tehát így beszélünk a sportokról, a kultúrkerék, ami minden évben az ugyanaz. A programok levezénylésében ezúttal is oroszlán részt vállal a Gyergyószentmiklósi Vörös Kereszt. 7 éve, amióta a szervezet létrejött, azóta partnerei az ifi napoknak. A Vörös Kereszt önkéntesei elsősegélyt biztosítanak a rendezvény alatt, ugyanakkor az egyik legkedveltebb vetélkedőt, a katasztrófavédelmi próbát is ők bonyolítják le. Arra akarjuk biztatni a fiatalokat, hogy tanulják meg az esegi alapokat, tanuljanak, hogyan kell cselekedni a vészhelyzetbe, és minden évben szimulálunk egy katasztrófát. Például idén egy erdővihar lesz szimulálva, tavaly volt egy főrengés, tavaly előtt egy autóbaleset, minden évben változik, és úgy próbáljuk, hogy a fiatalok minden évben valami újat tanuljanak. A rendezvényeket és a programokat ugyan a résztvevő csapatok számára állították össze, de a nagy közönség számára is nyitottak lesznek, különösképpen a szerdára és csütörtökre időzített előadások. Ha ne szúrd el a karriered, az csütörtökön lesz este héttől. Az Kalóz György Jánosnak az előadás, egy pszichológus Kolozsvárról. A másik, ami én nagyon-nagyon büszke vagyok is, örömmel. Próbálom mindenkinek elmondani, hogy 5 olyan együttesünk lesz az idén nagy színpadon, aki mindenki Gyergyószentmiklósi. Én nagyon büszke vagyok, hogy a városunknak ennyi ügyes fiatalja van, haladnak és tesznek valamit városunkért, önmagukért. Egyszerűen
Alig várom. Az említett együttesek és formációk fellépési sorrendben a Salamon Ernő Gimnázium tanulói a Rafters, a 4-es Street, a No Sugar és a Bagosi Brothers Company. Az IFI napok programjának teljes leírása megtalálható az IFI-téka közösségi oldalán. A rendezvény természetesen a hagyományokhoz hűen karitatív megmozdulással veszi kezdetét. A fiatalok idén is szállítanak tartós élelmiszert a szeretett konyhának. Hőséggel köszönt be Romániában is a Vénasszonyok nyara. A szakemberek szerint a következő napokban akár 30 Celsius fok fölé is kúszhat a hőmérők higanyszála. Az indián nyár előre láthatóan szeptember 16-áig tart, és nagy melegeket hozhat. Az előrejelzés szerint a legsúlyosabban a déli és délkelet-európai országokat érinti a hőhullám. Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária területén vonul majd át a szaharai hőség. Spanyolország egyes régióiban a 40 Celsius fokos meleg sem lesz elképzelhetetlen. Ezek voltak híreink ma, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük, a viszontlátásra!